videótól Lombard találkozó előtt két katari úriemberre lettünk figyelmesek. Először azt hittük, játékos ügynökök és Effenberg, Hierro, valamint Basler mellé keresnek magyar csapattársat, de végül kiderült, másokból kifolyólag jöttek Székesfehérvárra. A katariak kérésére már több magyar játékvezető páros bíró és asszisztens szerepelt a katari bajnokságban, és most jött el az ideje, hogy ők is küldtek egy párost. És hogy miért tartják fontosnak az itteni megfigyelést? Remélem, el tudunk lesni néhány praktikát, és tapasztalatokban gazdagon távozunk a meccset követően. A nyelvi problémák sem okozhatnak gondot? A labdarúgás szabály az egy nyelv, és szerintem gond nélkül megoldjuk a mérkőzést. Később aztán kiderült, a vendégek mestere jobban örült volna, ha Tompos Zoltán sem beszél magyarul, de erről kicsit később. A 17. percben a piros-kékben játszó Videoton támadását láthatjuk. Szabó Tibor remek passza után Medved gólt szerez. A hazaiak örülnek a gólnak, a vendégek pedig lest reklamálnak. Ebből a kameraállásból azonban nem tudjuk megállapítani, hogy valóban les volt-e. A 24. percben Kincses lódult meg a bal szélen, Riszt is talán túlságosan is könnyelmű volt. A labdára Rajos csapott le, gyönyörű középreívelését azonban Sonfalvi mellé tudta fejelni. A játékostársai nem hittek a szemüknek, ajtó-ablak helyzet volt. A 27. percben Dvéri Hercegfalvival játszott össze. A beadás nem túl jól sikerült, de Jagodics egy kicsit segített a hazaiaknak. Így Szabó Tibor megszerezhette csapata második gólját. Gólpassz után tehát gólt szerzett a középpályás, ehhez persze kellett a szombathelyi védők közreműködése is. 40. perc a mérkőzésen, Dvéri szöglete után Koller, gól 3-0. Medvedre és Hercegfalvira figyeltek a szombathelyi védők, az előrehúzódó Kollerre viszont nem, így ő szabadon fejelhetett a kapu közepébe. 3 perc múlva Dvéri remekül ugratta ki Hercegfalvit, a csatár elindult, de Lőrinc megállította, először szabályosan, aztán kicsit szabálytalanul, a játékvezető az esetet lefújta, a partjelző beintésére pedig piros lapot adott Lőrinc Antalnak, valószínűleg nem a becsúszás és a szerelés miatt, hanem szöveg miatt kapott pirosat a szombathelyi védő, pehjére nem a katari asszisztens állt az ő oldalukon. A második félidő 48. percében Tóth Balázs remekül indította Kócián, a védő egy kis cselezgetés után óriási gólt lőtt ballal a bal felsőbe. A cipőpucolás megérdemelt, és mondhatni jár, Kócián nagyon-nagyon nagy gólt lőtt. 4-0 a hazaiaknak. Az 55. percben aztán a szombathelyiek is támadtak. Rajos és Tüske játszott össze, majd a csereként beállt Róth Ferenc lőhetett, Tudor azonban a helyén volt. Az ellentámadásból Tóth Balázs jó 30 méterről kapura lőtt, Tóth Iván kiöklözte a labdát, szerencsétlenségére éppen egy hazai játékos elé, Bohin fejese azonban céltévesztett, vagy úgy is mondhatjuk, hogy Tóth Iván remekül hárított. A 62. percben viszont már nem volt szerencséje a kapusnak, szép akciót vezetett a Videóton, a 4. gólt szerző Kócián Hercegfalvihoz passzolt, a csatár Szabó Tiborra bízta a labdát, de nem sokáig teketóriázott, Szabó visszaadta Hercegfalvinak, ő pedig Tóth Iván kapus feje fölött a hálóba emelte a labdát. Nagy volt az öröm Videóton házatáján, hiszen ez már az 5. gólja volt a hazaiaknak, Szabó Tibor és Hercegfalvi kényszerítője remekül sikerült. A gól után rögtön szépíthetne a haladás, Sonfalvi beadását azonban a csereként beállt Szabó Zoltán a kapufára fejelte, Csank János pedig közben már azt figyelte, hogy Hercegfalvi zicserben lép ki, Jagodics azonban megállítja. A lassításból jól látszik, hogy Hercegfalvi nem önszántából esett a földre, bizony Jagodicsnak sok köze nem volt a labdaszerzéshez. A megítélt büntetőt meglepetésre azonban nem a csatár, hanem a kapus Tudor végzi el, és magabiztosan a bal felsőbe lövi. Úgy tűnik, a kapus túljárt a másik kapus eszén, és megszerezte a 6. találatát a hazaiaknak. Az eset után úgy tűnik, Tóth Bálint már nem bírt a cérnával, ezért Juhos Attila játékvezető a lelátóra száműzte a vendégek trénerét.
Csapata azonban nem adta fel a szépítés lehetőségét, Sonfalvi remekül ugratja ki Tüskét. Tüske nem fordul kapura, hanem inkább cselezget, majd az üresen álló Róthoz kerül a labda, kis üggyel bajjal. Úgy tűnik a videótól játékosai 6 rugott gól után már nem igazán koncentráltak. A másik oldalon Dvéri szöglete után Kócián újabb bombagolt szeretett volna lőni, minden meg is tett ennek érdekében, de a labda fölé szállt. A 77. percben Rót remek szabadrúgását Tudor védi, aztán a forduló gólja sem született meg, pedig az lehetett volna, Tóth Péter ugyanis jó 50 méterről lövésre szánta el magát, a labda azonban céltévesztett, Tudor pedig kint állt a kapujából. Szabó Tibor Dvéri összjáték után aztán a beadás Farkas Attilához került, ő a Szombathely játékosa, ennek ellenére kapura fordult, de öngól ezen a mérkőzésen nem született. Az utolsó pillanatban még egy kicsit szépíthetett volna az eredményen a haladás, Sonfalvi beadását azonban Simmer a kapufára lőtte, ilyen közelről sem tudott betalálni a vendéggárda, Szabó Zoltán ismétlése pedig szintén mellé ment. Az biztos, hogy ebben a csapatban ott rúgnak bele, ahol tudnak. És a mérkőzés után teljességgel fel vagyunk készülve arra, hogy ez még nincs befejezve, mert még lesz osztályozó mérkőzés is. Azt pedig, hogy mit tanultak a katari játékvezetők, már csak Effenbergék tudják meg.